Népszerű volt a középkori játszóudvar múlt hét pénteken a somoskőújfalui kakukklovas udvarban, melyet a Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ szervezett a Salgótarján 100 éve város emlékév programsorozat részeként. A játszóudvaron a gyerekek megismerkedhettek a középkori Magyarország világával, mindezt játékos formában. Kukoricamorzsolásban is kipróbálhatták magukat, illetve a honfoglaláskori magyarok lakóhelyét, egy jurtát is megtekinthettek. A fiatalok Izolda népi játékait is kipróbálhatták, mint például az óriás csúszli és a teknőhinta. Melyik állat tetszett a legjobban? Nekem a kismalac. Nekem a nyuszi. A nyuszi. Nekem mindegy. Nekem nyulám van otthon. Nekem is. Kis állatsimogató is várta a gyerekeket, egy banya pedig jósolt nekik. Voltak nagyon jó játékok, ilyen horgászat például, vagy ilyen kardos, meg ilyesmi, nagyon jó volt. Van bagoly, meg nagyon kecske, meg ilyen jó állatok, amik például kutya, disznó, meg különféle érdekes állatok. Lóvas, az nagyon tetszett. Van itt ilyen kis fakar, és tudjátok, ez a keresztmarkola. Hadd halljam, tisztelt nézősereg! Ki fogja megnyerni a viadal? Na, ki fogja megnyerni a viadal? Laci! 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 Következze a döntő! Az első ütközet nem hozott eredményt. Következhet a második. A második körben sem tölt el a párharc. Este a fiatalok és a játékok helyét átvette a Nemzeti Lovas Színház, mely a két felvonásos népi rockoperát, a Szent László a Lovak Király című darabot adták elő. Még nincs szükségem rád, a lovak király!